Na, nézzünk rá! Nézzünk rá! Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB! Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk a Polarisnak a harmadik lemezét, Fatalism címmel, és ugye tudjuk, hogy ezt beárnyékolja gyakorlatilag Ryan Sue gitárosnak a sajnálatos halála. Ő még ugye a lemez felvételeknél és megírásnál ott volt, meg még ugye a promo klipekben is szerepel, és sajnos nyáron távozott közülünk, de itt a munkássága még méltó módon hallható, úgyhogy ezzel a kis gondolattal adóztunk az ő emlékének, meg majd azért néhányszor még én megemlítem, hogy milyen kis fasz a leadeket hozott amúgy, de menjünk rá kapásból akkor a lemezre, hogy hogy tetszett ez neked. Nekem? Hát nekem, ha már itt ketten ülünk, akkor mondjál te is valamit. Gondoltam rá. Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sokan csinálják ezt a durva verze után tiszta refrénes muzsikát. Nekem a Wolves at the Gate neve ugrott be sokszor. Meg a North Lane is, de olyan vibe-okat is éreztem, de ugye a North Lane az több elektronikát alkalmaz jóval. Ez azért ilyen hagyományosabb, metalkórosabb vonalú muzsika. De igen, szerintem a Wolves at the Gate-ék jobban csinálják ezt a fajta zenét. Nem mondom azt, hogy itt nem voltak emlékezetes pillanatok, mert hatalmas refrének voltak, meg tök jó témák. Például ahogy kezdődik a lemez a Harbingerrel, az már nagyon jó. Az egy kiemelkedő pont szerintem is. A Nightmare is, a Overflow is, a Crossfire, ezek mind nagyon-nagyon jó dalok. A többit annyira talán nem éltem. Ez a 3-4 volt az, amivel közelebbi barátság, közelebb férkőztek hozzám. A többi az így jó-jó, csak... Nálam ugye még a Rigarc a pop dal a lemezen. Igen. Ami ugye a nagyon poppi refrénnel van megtámogatva. Igen. Igen. A Harbinger az nálam is elsőre kurvára működött, ugyanis olyan gyönyörű atmoszférát teremt kapásból az elején. Én hagytam volna végig azt. Igen. Én is kicsit sajnáltam, hogy nem, aztán mindegy. Ez az ő döntésük. Ettől függetlenül kurva jó az a dal. A Nightmare az ugye előzetes dal volt, tehát azt tudtuk, hogy kurva jó. Nem tudom még melyik jött ki. Már nem, szerintem még az Inhumane. Az Inhumane, az, igen, az annak van valami 4 milliós megtekintése. Igen. Spotin. És igen, megáll igaz. A North Lane párhuzamot, azt én megmondom őszintén, olyan szinten, hogy ausztrálok ők is, úgy értem. Egyes verzéknél éreztem főleg, amikor van az a rekesztős tisztája a Nortlénes csávónak, és egyes verzéknél előkerült olyan orgán, amikor azt mondja, hogy ez, nem az? Igen, ott talán megállhat. A Wolves at the Gate párhuzamot azt én jobban adom. Annyi különbséggel, hogy a Wolves at the Gate sokkal változatosabban csinálja igen, a dolgokat. Igen. Itt azért tényleg rámentek arra, hogy ami működik, hogy baszó intro, baszó verze, aztán a hatalmas refrén, aztán a még megbaszó breakdown, aztán a még hatalmasabb refrén a végén, és igazság szerint működik a formula, mert nyilván ez is olyan, hogy 100 millió zenekar csinálja ezt, a kérdés, hogy kik mennyire írnak jó dalokat. És igazából a Polaris már bemutatta az előző két lemezen is, hogy baromi jó dalokat tudnak írni. Nekem a Mazochist az előző lemezről az über slágerük, és szerintem akkora dal nincs ezen a lemezen. Viszont amennyire nekem ott a fele lemez működött a felenem, itt sokkal nagyobb része működik, mint ami az előzőnél. Tehát én azt mondanám, hogy dalszerzésben talán egy picit koherensebb az egész, mint az előző lemezen volt, viszont a mondani valóját, meg ugye, hogy itt a vég és mind megdöglünk, ezt meg már annyian, sőt ők is az előző lemezen, tehát már annyian ellőtték, hogy így
értem, igaz, nincs benne hazugság, vannak benne nagyon jó megfogalmazások is, viszont a mótvá kategória, a százszor mótvá kategória. Igen. És ez kicsit azért baj, mert azt hiszem az övéké volt a Worldwide Suicide első dala az előző lemezen, és az konkrétan így megfogalmazza, hogy miről szól ez az album nagyjából. Igen, igen. Még azt is értem egyébként, hogy Jamie-nek van egy ilyen zöld világ megmentő beállítottsága, és lehet ilyen zöld metalkort játszani, meg minden, csak egy idő után unalmassá kezd válni, meg repetitívvé. Ettől függetlenül kurva jó ez a lemez. Igen. Tehát nem tudod elvitatni tőle, hogy zeneileg baromira a helyén van. Tehát minden hangszer olyan magasan hozza azt, amit hozni kell, de mondjuk ehhez a műfajhoz meg ugye hozzátartozik egy alapvető képzettség a hangszerre. Igen, magas szintű hangszer használat. Igen. Mert különben nem működne az egész, náluk meg rohadtul működik. És kicsit párhuzamot vonnék itt az Architects-szel, hogy a Ryan, mint fő dalszerző, egyik fő dalszerző kiesett a képletből, hogy na innen merre tovább. És baromira örülnék neki, hogyha a Harbinger-es irányt vennék. Hú, azt én is. Azt nagyon élném. Nem sokan csinálják. Igen, hogy atmoszférát teremtesz, uh-huh. Hogy bemászol az embernek a bőre alá. Igen, igen. Tehát olyanból konkrétan az az egy dal van a lemezen, a többi az sokkal ilyen klasszikusabb felépítettségű nóta, amivel mondom, nincsen semmi baj, csak mótvá. Ez meg egy kicsit uh-huh. kilóg az egészből, és valami és, jól áll nekik. És plusz tud hozzáadni, így van. Meg azért azt ne felejtsük el, hogy ott ugye a Jamie is tisztábban énekel, vagy tisztán énekel, uh-huh. mondhatni. Hogy ha már van egy ilyen hangszínünk, használjuk már ki több helyen. Tehát én azt baromira hiányolom a többi dalból. Igen. Mert a két clean is tudna úgy működni, ha már Wolves at the Gate-et hozunk ide, mint ott, hogy ugye van az unclean clean full vocalist, meg van a gitáros, aki csak a clean. Igen. És itt pont ugyanez van, hogy van a Jamie, meg a Jake, és simán tudnák hozni ezt a két tiszta, meg aztán bedurvulunk dolgot, és Jake megcsinálja egyszer-kétszer, hogy bedurvul. Igen, igen, igen. Viszont arra ott a Jamie, aki sokkal jobban csinálja. A Jake csinálja a tisztát, mert kurva jó hangja van, és egyébként az előző lemez óta gondolkodom, hogy kiére hasonlít megszólalásig a tiszta hangszíne, és nem tudok rájönni, bazd meg. A kurva Istennek nem tudok rájönni, úgyhogy ha valaki tudja, az légy szíves, árulja már el, mert rohadtul mocskos mód idegesít, hogy nem tudok rájönni. De a Jamie-nek a tisztáit én hiányolom. Egész egyszerűen sok helyről hiányolom. Oké, dühös lemez meg minden, de nem feltétlenül muszáj itt a 46 percen keresztül acsarkodni. Igen. És nagyjából amúgy ennyi. Tehát, hogy... megtanultuk rövidre fogni a mondandónkat. Így van, így van. Ettől függetlenül, ha erre járnak, én azért beneveznék rá. Uh-huh. Igen. Mert egy baromi jó bandáról beszélünk még mindig, és ugye mindig azt mondjuk, hogy meg mindenki más is azt mondja, hogy a harmadik lemez a vízválasztó. Hát itt most a zenekarnak nem olyan szempontból vízválasztó, nem úgy sikeredett vízválasztóra, hogy zeneileg hova merre tovább, vagy hogy átrúgják-e azt a bizonyos kaput, hogy az áligába tartozzanak, hanem olyan szinten lett vízválasztó, hogy elveszítették egy fő dalszerzőjüket, és innen merre tovább vízválasztó. Sokkal szarabb egyébként, ezt aláírom, hogy sokkal szarabb forgatókönyv, de kíváncsian várjuk a folytatást, mert szerintem simán bennük van az, ha mondjuk azt csinálnák,
hogy a kiesett gitárost mondjuk elektronikával pótolják, akkor sokkal... Jordan Fish hol vagy? Igen, sokkal erősebb lehetne a Nortlénes párhuzam, egyrészt, másrészt sokkal egyedibb is lehetne a banda. Ez már pont nem merném kijelenteni, amikor meg az architekt is bevesz egy plusz izét. Ütlegelő embert, meg ilyen effektes ember, tehát minden, majdnem mindenhol van már effektes ember. Én pont nem látom az utat az egyediség felé, ezzel a vonallal, ezzel a kicsit konvenciózusabb metalcore-ral, meg azt nem látom, hogy áligások lennének valaha. Na hát, ha az áligát meg akarják célozni, azt nem, ahhoz nem elegendőek csak a jó dalok. Ahhoz olyan atmoszférát kell teremteni, mint amit a Harbingerrel sikerült az elején, csak aztán így, ahogy így hozta a langy őszi szellő, így huss, el is tűnt. Tehát, hogy abban a vonalban, ha tényleg jól csinálják, lehet drive. Ja. De az, hogy egy tényleg 197 ezredik tucat metalcore banda nem lesz áligás, azt most borítékba rakom. Igen, hát vagy legalábbis ott akkor annyi izé, annyi taposás kell, mint amennyi mondjuk egy Bury Tomorrow-ban benne volt. Igen, igen. Hogy egy hat lemez, meg egy vagon izé, előzenekaros turné, meg mit tudom én, és akkor na majd utána esetleg. Vagy egy arcsinál. Vagy egy arcs. Hát, mielőtt megjött az elektronika ember, meg a dobos testvér fiatal embert elvesztett. Igen, igen, igen. Bár ők azért kísérleteztek elég sokat, az Architects, de többet, mint a Polaris. Igen. Na mindegy, meglátjuk hova tovább. Meg. Ha hallottátok a lemezsrácok, akkor jöhetnek a vélemények, aztán legközelebb meg mi is jövünk. Írjál, jöjjatkozz el, mi ezt mondhatnék? Polarizálja! Új, de szép! Fatalizálja! Na jó. Ciao. Sziasztok!